Mosonyi Mihály Zeneiskola fúvósai nyitották meg október 6-án az intézmény fennállásának 75. évfordulója alkalmából szervezett hangversenyt a Flash Központban. A vendégeket elsőként Varga Bence köszöntötte, aki elmondta, hagyomány, hogy az intézményben hangversennyel ünneplik október 3-át, a zene világnapját. Az idei évben azonban más ez az ünnep, hiszen 75 évvel ezelőtt alakult a Mosonyi Mihály Zeneiskola. 1948-ban Fáber Anna azt a nemes feladatot kapta, hogy a Mosonyi Méze Egyesülés mellé egy önálló, hivatalosan is iskolaként működő zenei képzést indítson. Ez egy nagyon nemes és szép feladat. Az akkori korban és az akkori gondolkodással is egy nagyon embert próbáló feladat lehetett. Ez nem volt egyszerű, de a zenei képzés piciben igaz, de sikeresen elindult. Hálásak lehetünk ezért. Az elmúlt 75 év alatt több ezer vagy talán több tízezer gyermek tanult meg hangszerre játszani, és ismerte és szerette meg a zenét Moson-Magyaróváron és a környező településeken. Az intézményvezető hozzátette, mint minden, az oktatás is folyamatosan változik. Egy valami örök, a középpontban álló gyermekek. A hangversenyen emlékplakettel köszönték meg a támogatásokat, többek közt Iváncsics Jánosnak, aki megköszönte az iskola 75 éves munkáját. Fantasztikus az a teljesítmény, ami ez alatt a 75 év alatt kijött a zeneiskolából. Egy ilyen gyors fejszámolással és egy nagy vonalú kerekítéssel közel Moson-Magyaróvár lakosságnyi gyerek került be és aztán ki a zeneiskolából, és hát ez meglátszik úgy gondolom a városnak a zenei életén. Szintén emlékplakettet vehetett át Hernádi Sándor, a zeneiskola nyugalmazott igazgatója, de a több évtizedes testvériskolai múltra visszatekintő Stokkerau és a Somorjai Zeneiskola vezetői is. Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek az új kapcsolatokra is, így az idei tanévtől a soproni Horváth József Alapfokú Művészeti Iskolával tartanak fenn együttműködést. A hangversenyen pedig a soproni intézmény növendéke is felléptek. A hagyományokhoz híven az ünnepi hangversenyen adták át a Sattler Alapítvány zenei tehetségdíját is, amit az idei évben Nagy Nóra, fuvola szakos növendék vehetett át. A zeneoktatásért alapítvány díjait is a rendezvényen osztották ki, amiket ezúttal Andrássy Karolina, Árvai Botond, Bögös Lívia, Gici Rihárd Ákos, Herceg Zita Sára, Káldi Nikolett, Karácson Gábor, Major Ádám, Major Krisztián, Moldován András, Nagy Lehel Csaba, Nagy Nóra, Novák Rozi, Pozsga Jenikő, Redecki Maja, Szakács Maja és Víg Eszter Éva vehettek át. A tantestület szavazatai alapján Farkas Mihály emlékdíjban részesült Andrássy Karolina. A tanári karból Kozma Renátát és Kovács Tamás Józsefet díjazták. A jubilómi hangversenyen elhangzott, ahhoz, hogy nyitott, kulturált és lelkileg gazdag legyen a társadalom, ahhoz szükség van a művészetekre. Ebben segít már 75 éve a Mosonyi Mihály Zeneiskola, ahol számos zeneértő és zeneszerető gyermeket neveltek. A hangversenyen aztán a növendékek mellett a tanári zenekar is színpadra lépett. A jubilómi tanévben számos programban készül a Mosonyi Mihály Zeneiskola, amikről a közösségi oldalon adnak majd tájékoztatást. Az ünnepi hangverseny teljes egészét hamarosan televíziónk adásán is megnézhetik majd.